Sziasztok, Anita vagyok! Tavasszal egyre több időt töltünk a szabadban, sőt, már egy picit lélekben szerintem a nyári piknikpartikra is hangolódunk. Ma mutatok olyan egyszerű kerti dekorációkat virágcserepekből, amik sokkal hangulatosabbá és vidámabbá varázsolják kerteteket. Ez az ötlet nem csak a kerttulajdonosoknak jó, hanem az erkélyen is remekül mutatnak. Mindhárom formához egyszerű agyagcserepeket használtam. A gombák szárát fehér és szürke akrilfestékkel készítettem el, alulra pedig piros karimát festettem nekik. A gombák alapja egy ívesebb terakotta tálból készült, ezeket is lefestettem, majd pöttyöket pamacsoltam rá. Én most egy letisztultabb színvilágot képzeltem el, ezért csak 3 színt használtam, de ti nyugodtan választhattok több, élénkebb színt, vagy akár pasztel színekben is gondolkodhattok. Másodiknak a világító tornyot készítettem el, ehhez szükségem volt egy nagyobb íves agyagcserépre és 2 klasszikus formára is. Itt is az alapszín fehér lett, piros lett a karimája, és úgy tettem egymásra őket. Mivel ez egy magasabb szerkezet, itt már mindenképpen érdemes ragasztót is használni, erősítsétek meg a szerkezetet. Hogy valóban világítson a világítótorony, legfelülre egy lámpást helyeztem el, aminek a tetejét még pirosra befestettem. A harmadik forma egy egyszerű mécsestartó lesz, ezt pedig elkészíthetitek egy fejjel lefelé fordított cserépből és egy alátétből. Vessétek le ezeket is akrilfestékkel, ragasszátok össze, és készen is vagytok. Ha tetszett videónk, jelezzétek nekünk egy lájkkal, és csatlakozzatok a Spár Magyarország Facebook oldalához további inspirációkért. Sziasztok, szép napot!